Sziasztok gamerek! A mai videóban a kampányküldetésekkel szeretnék foglalkozni, hiszen tudom, hogy nagyon-nagyon sok idegesítő kampányküldetéssel találkoztok, mint ugye a T55A, 260, illetve az Early Excalibur ugye küldetés sorozatoknál, és ugye ott vannak ezek a kepelős küldetések, a pattintós küldetések, amikor X mennyiségű sebzést kell kiosztani mondjuk egy adott tanktípusba. Ugye tudom, hogy vannak a nagyon-nagyon frusztráló küldetések, és azok közül is van egy vagy kettő olyan, amivel a játékosoknak nagyon-nagyon meggyűlik a baja, ami nem más, mint az early küldetés sorozatnál, ugye a koalíció résznél, ugye a négyes küldetés, amit láthatjátok, 25 darab ugye modulsebzést kell kiosztani, és erre ugye 10 csatátok van, és ez a küldetés, srácok, az egyik legborzasztóbb küldetés, hiszen nem nagyon függ a ti skilletektől, a ti játéktudásotoktól, hanem itt tényleg szinte csak az RNG múlik, hogy ezt meg fogjátok tudni csinálni, vagy nem, úgyhogy ez a küldetés és ezt szeretnék adni egy pár tippet, hogy hogyan érdemes ennek mondjuk nekiállni, hogyan érdemes ezt csinálni, úgyhogy ennek fogunk ma neki kezdeni. Egyébként sziasztok srácok, Elit vagyok, kezdjünk is ennek neki. Ugye az első tippem az az, hogy amikor elkezditek ezt a küldetést, akkor egészen addig reszetelgessétek, tehát ugye az early küldetéseket ugye újra lehet indítani, ameddig mondjuk egy olyan csatát nem kaptok, ahol mondjuk tegyük fel, nagyon szerencsések vagytok, és mondjuk 3, 4, 5 vagy akár ennél is több modul sérülést össze tudtok szedni, és akkor egy jó kezdettel fogtok indulni, és akkor több lehetőségetek van vagy több lehetőségetek van hibázni a következő csatákba, és mondjuk ott kevesebb modulsérülést összerakni, vagy összeszedni. Úgyhogy ez az első tippem. A második tippem, srácok, az az, hogy ha tankokat használtok, mondjuk táras tankokat érdemes használni, ugye ez a másik tipp, hogy érdemes táras tankokat használni, főleg olyanokat, amik ugye gyorsan kitáraznak, hiszen ugye akkor az ellenfélek nincs ideje a belső modulját megevítani, és mondjuk tegyük fel, oldalasan elkaptok egy tankot, azt ki tudjátok gyújtani, ugye az meg extra modul sérülés fog nektek hozni. Illetve srácok, a harmadik tippem az az, hogy a lövegkezelőnél, amikor táras tankkal játszotok, mindenképpen fejlesztétek ki a mesterlövész skillt. Ugye ez nagyon fontos, hogy megnöveli a kritikus lövéseknek az esélyét, nem garantálja, csak megnöveli ugye az esélyt, ugye az AP, APCR, illetve a kumulatív lőszereknél, ugye fontos, hogy a hash, illetve a robbanó lőszereknél ezt nem növeli meg, illetve hogy ez a képesség csak 100%-on aktiválódik, tehát ezt mindenképpen ki kell grindoltok teljesen, hogyha aktiválva szeretnétek, hogy legyen. Úgyhogy srácok, ez volt a harmadik tipp, illetve a negyedik tippem, srácok, az inkább ilyen általános, és azt szeretném nektek ugye megmutatni. Ugye erről a weboldalról már beszéltem nektek, ugye ez a hox.com, ugye itt le vannak írva a különböző kampányküldetések, hogy mivel érdemes csinálni, ugye ennek a weboldalnak a linkjét le fogom rakni a videónak a leírásába, ott megtaláljátok. Ugye itt, hogyha föltekertek a tetejére, akkor itt lesz, hogy hox, itt ugye a legördülő menüben, itt lesz, hogy personal missions, és láthatjátok, itt az összes tank, nem csak az őrű küldetések, hanem az összes tanknak a küldetését megtaláljátok, és azért nagyon király ez az oldal, mert ugye láthatjátok, hogy külön vannak szedve ugye Unió, Blok, Koalíció és a Szövetség ugye részre, illetve ugye le van írva maga a küldetés neve, mit kell csinálni elsődlegesen, másodlagosan, plusz ami nagyon-nagyon király, hogy ad különböző tank tippeket, hogy mivel érdemes ezt ugye megcsinálni, és hogyha lejjebb tekerünk ugye a mi küldetésünkhöz, a Koalíció 4-eshez, akkor ugye láthatjátok, hogy azt ajánlja, hogy bármilyen tier 8 pluszos tank, hiszen az örülni ugye az a tier 8 a tank követelmény és a fölötti, ugye látjátok, hogy mozgékony tankot ajánl, olyat, ami gyorsan ki tudtok tárazni, ilyen például mondjuk a Progetto 46, vagy a Panther, amivel mi is fogunk játszani, és ugye még az a jó, hogy itt írja azt is, hogy mondjuk tegyük fel, céloz az enemének a hátsó részére, hiszen akkor mondjuk könnyebben ki tudjátok őket gyújtani, és írja, hogy az a lényeg, hogy minél több lövésbe vigyetek, hiszen minél több lövés, annál több esélyetek van valamilyen belső modult ugye elvinni. Úgyhogy srácok, ezt mindenképpen szerettem volna megmutatni nektek ezt a részt, tehát még egyszer mondom, ennek a weboldalnak a linkje az be lesz a videónak a leírásába, és akkor menjünk be a csatába ezzel a három tankkal, tehát a WZ-vel, a TVP-vel, illetve a Pantherával, és számoljuk össze, hogy mennyi modulsérülést tudtunk okozni amúgy ezzel a három csata alatt. Itt is vagyunk a meccsünkbe, srácok, és ameddig elkezdődik, komment szekcióba nyugodtan írjátok le nekem azt, hogy ti melyik küldetéssel szívtatok a legtöbbet, illetve hogyha ez a küldetéssel már végeztetek, akkor ti milyen tankkal csináltátok ezt meg. Segítsünk azoknak a komment szekcióba, akik még esetleg ugye ezt nem csinálták meg, úgyhogy az mindenképpen szerintem egy nagy segítség lenne nekik, úgyhogy ezt dobjátok be a komment szekcióba. Na, gamer urak! Picit laggoltunk, remélem a videóban nem látszott, hogyha igen, akkor elnézést kérek. Nézzük, mit tudunk itt kihozni ebből a mérkőzésből. Van egy juicy mouse, amit le lehetne farmolgatni, és hogyha a tornyán azt penelgetném, akkor
akkor az valószínűleg ugye egy-két modult, ugye, vagy legénységi tagot ugye el is vinne. Úgyhogy nézzük, hogy ezt meg tudjuk-e tenni. Ott mondja egy light, hát a lightot el tudjuk csípni így oldalasan. Ott van egy 100 évet ki lehetne gyújtani, srácok. Uhú. Nézzük. És egy kiszpotoltak, de nem érdekel. Lövünk egyet. Lövünk még egyet. A másik lövésem már nem talált, az első szerencsére talált. No. Minusz egy. Minusz kettő. Ez a víz ez nagyon agresszívan játszik. Egyébként ide hátra tudok valamit lőni, amit a Lightning spotol itt oldalt, vagy pedig itt kinézek. Aztán kapok két artilövés és moldingolok, hogy az arti nem... Hopp, az nézzétek, az nem ide célos szerintem. Azt figyeljétek. Egy. És kettő. Az első nem ment be, másrébb bement. Eddig srácok, a tár az 50%-os sikerrel megy. Még az szerencsére azért van két lőszer ebben a tankban, hogy egyel eltaláljátok az ellenfelet. Sajnos azért ilyen távolságban ez a löveg tud misszelni. Én nem találtuk el, ahol célzom. Mausz, kinéz? Kinéz, de nem eléggé. Töltünk egyet. Aj, pont most töltök, srácok, pont most. Jelzem a lájtnak, hogy még 12 másodpercem van hátra. Én nem tudok neki segíteni. Ő az engem nézett. Hát ilyen szögből belülhető a mouse. Hopp. Aha, és a cheeky light az kinéz ránk. Tök egyet a mouse-nak a tornyára hátra bepeneljük, de ez ilyen eléggé olyan lövés volt, ami valószínűleg nem fog bepenelni. Mit csinálunk most, gamerek? De megvárom, míg az LBR majd hibázik, vagy nem tudom, mert egyelőre a 7-szerűt az minket figyel, azt nem tudom penelni. Esetleg, hogy hátulról megpusolnák a vézét, az nagyon-nagyon király lenne. Most ugye a rinocérosz az megfogja. Nézzük, az LBR az kinéz ránk. Az LBR ugye kapja a spotot, tehát tudja, hogy szerintem, hogy valaki ott van előtte. Nem tudja, hogy hol, ezért szerintem nem van olyan agresszívan játszani. Szerintem nem fogok rá várni, mert ennél hasznosabb dolgokat is tudok csinálni, plusz ő már visszavonult teljesen. Ugye a terv az az, hogy előre pusholjak oda, ahol az N4-es van, és meggémeljem a mouse-t, illetve a 7-szerűt. Tehát a 7-szerűt, tehát hogyha kigyújtanánk, ami viszonylag könnyű, akkor az nagyon-nagyon jó lenne nekünk. A mouse az mit kapott? Hiha, most a T5-vét egyébként bemegy mögéjük. Azból lövünk egyet. Próbálják a lövést valahogy elmisszeltetni a 7-szerűtával, és ez sikerült is. Kettő célpont az N4-es lenne. Jó, ő lőtt. Ott van egy T5-vét heavy a háttérbe. Illetve egy random FATD. Elég amúgy nem ad be túl sok a kritikus sérülés, srácok, azt kell, hogy mondjam. Egyes lőtt. Szerintem itt átkrosszolok. Óvatosba. Az egyes az nem tudom mit szeretett volna. T50, tehát mínusz 1. Mínusz 3 szerintem már. Egy kritikus, de azt hiszem, most csak track volt. Bepenelj be! Szerintem szépek vagyunk, így van. T57-ben még egy tárat lehetne lőni. Szerintem. Vagy esetleg a grillébe. A grillébe nem, bocsánat, a becsetbe. Ó, juicy arty. Hol vagytok, gamerek? Aha. Jó.
ülünk bele. A tornyába akartam, hogy hát a legénységi tagot kiütök, de ez nem történt meg. 14 másodperc múlva még tárazunk egyet. Hát ha még egy tár kimenne itt. Ez nagyon-nagyon király lenne. 6, 5, 4, 3. Csáli süllyedésem. Jó, de az sem kritikus, srácok, sajnos. Azt rá tudok ugratni? Ráugratunk, dupla ugratás! Bam! Íííí, még a sebzést megkaptuk a becsetből. Mennyit kaptunk? 783-at kaptunk belőle. 6640 sebzéssel végeztünk ebbe a körbe. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jól sikerült karika volt. Nem így szempontjából, de azt például nem tudom, hogy kritikusokba hogyan végeztünk. Ugye ezt nézzük meg a meccsvégi eredményeknél. Itt is vagyunk a meccsvégi eredményeknél, srácok, és ahogy nézem, belső modult hányat lőttünk el. Lőszerek, ez az egy. Konkrétan, srácok, ebből a 6640 sebzésből egy darab belső modult sikerült előnünk. Hát ez az, amit mondtam nektek, srácok, hogy akármilyen jók lehettek, tehát hogy ezt nem tudjátok befolyásolni, hogy az RNG beadja-e, vagy sem. Ugye nyilvánvalóan tudtok azokkal a tippekkel, amit mondtam, például rárakjátok a lövészre a megfelelő skillt ugye segíteni, de hogyha az RNG azt mondja, hogy nem, vagy nem ott találjátok el az ellenfelet, akkor egyszerűen nem tudtok mit tenni ezzel. Nem baj, hát ha a TVP-vel vagy a Panterával tudunk ennél jobb köröket is menni, úgyhogy ugorjunk be azokkal a tankokkal is. Pilzenen pörög a következő mérkőzés, és amit itt szeretnék szerintem, srácok, az bejönni ide erre a részre, és ellövöldözni egy-két tankot oldalasan. Nagyon jó lenne, hogyha valaki lerombolná ezt a ajtót, kaput, bárminek is nevezzük egy repeszlőszerrel, hogy én könnyen tudjak tárazni, mert ugye kettő APC lőszerem bekerül az, hogy lebontsam az ajtót. Hogy ez meg fogja történni, szerintem úgy nem, úgyhogy én el fogom lőni rá kettő APC-t, és akkor még mindig van kettő lőszer, amivel odaba tudom lőni a crossoló heavy tankokat. Ünk egyet. Ünk még egyet. Nézzük, és ott már dőltek hátul a fák, meg minden valahogy. Hogyha okosak az ellenfelek, akkor erre crossolnak be. Arra tudunk lőni egyet. Sajnos nem lett kritikus. És tudunk lőni még egyet. A Rhino-nak az oldalára sajnos lecsúszott az APC előszer, úgyhogy egy lövéssel tudtunk csak itt gazdálkodni. Sajnos. Hopp. Fész egyes. Nézzük, hát ha lesz még, mit nem láttunk még elvig közül, kettőet vehetett például még nem láttuk, de valószínűleg, hogy eddig ő nem ment el, akkor ő vagy bekrosszolt már, mert ugye gyors volt és ő már legalább itt jár, vagy nem is fog erre jönni. Mindenképpen szeretnék maradni itt, mert innen tudom támogatni, hogyha valaki rápikkel a két bepusoló nehéz tankunkra. Plusz ugye a medrészt is tudom valamilyen szinten támogatni. Átfordulok. Hát ott a leopárd, hogy valami kispotolódik, és akkor tudnánk tárazni egyet. Leopárd szerintem spotolt minket. Nyomjunk oda egy pár blindot a bokorba. Meg lehet, hogy most a Lightning Bond bespotolja. De most én töltök. Élőre nem spotolta be. Aha, valami lelőtte a kaput. Akkor az valószínűleg innen lőette le, srácok? A Leo. Aha, nem sikerült elblindolnunk, full HP-n ugyanúgy ott ül. Nézzük, hogyha kitolatna esetleg, az amúgy nagyot szólna. Aha. Egyszer előttük a phase 1-est. 50-100 néz ki. Jó. Őt el tudtam lőni, és még egy kritikus is kaptunk belőle, és pontosan 1000 sebzésünk van, srácok, nézzétek. Szép kerekszám. Most a TNH meg a VZ az hogy oda fog menni a sarokra, és egyébként szerintem itt most van időm eljönni innen, nézzétek? És azért jó, hogyha eljövök, mert akkor én is közelebb tudok menni oda, és akkor tudok egyszerre tárazgatni, és akkor három táras tank fog ott lenni a sarkon. Az erős tud lenni. Akkor most ugye átjövünk. Minden láttuk még amúgy TD közül, ott a spotolt engem most. Lássuk. Jó. Meg tudtuk ölni, és még kritikust is kaptunk belőle. Öltök. Ha jól láttam, egy kritikus vagy kettő? Kettő kritikust. Manti az itt van tőlünk jobbra, igen. Ő nem lát ránk. Mi legyen a következő célpont, srácok? Szerintem most ugye az ellenfél meg fog fordulni, és a kettő
277-et lehetne, vagy nem a 277-et, a rinocéroszt lehetne úgy könnyebben megpusholni talán. Nézzétek, srácok, ezt a plate, figyeljétek. Ja, aktivál egy lövés, őt kivesszük, kinézett ránk. Neki a nózi egyébként ellőhető. Csak nem tudok célozni. Az 105. Jöjjöjjöjjöjjöjjöjj, srácok. Kicsit szorult a szitu, nem baj. A rinocéros szerintem még max egy lövése lehet. A 257 az megpróbál lőni minket, amikor megy ki? Nem, szerencsére nem figyel annyira. Mi nem tudok célozni, srácok? Pepega vagyok. Öltünk egyet. Talán addig még túlélik. Legalábbis a TNH biztos, hogy túléli. Az S100 már nem. De nem baj, megyünk előre. És a terv az az, hogy a TNH-t innen megpíkeljük. És a hátsó felére akarok lőni mindenképpen. Ja, akkor tudnám esetleg kigyújtani, de ez nem jön össze. Az Arti most lőtt, ott van fönn a sarokba. De szerintem én nem töltök időt azzal, hogy őt próbáljam megkergetni, vagy hát melelőni. Hanem én már robogok tovább a Leopárt felé. És van. Jönk Leopárt, ne lövesd le magad. Miért érzem azt, hogy le fogja lövetni magát a Leo, srácok? Egy. Kettő. Tornyán esetleg kritikus? Nem jött össze. Töltünk még egyet. Hát ha a TD-hez elérünk, vagy a Montihoz, vagy valaki, srácok, ez a kör is olyan, hogy nem igazán adja be a kritikusokat, ahogy nézem. Monti lőtt belénk egyet, de létezés a lényegtelen. Igazából el kell érnem a sebzéshez, nincs más dolgom. Mondjuk apécél először nem biztos, hogy olyan jó ötlet az olasz TD ellen, de hogyha meg tudnám flankelni, vagy valami ilyesmi, akkor az nem lenne olyan rossz. Robogunk. Ilyenkor olyan egyébként a TVP-nek a sebessége. No, lelopták előlünk. Na Monti, figyeljétek. Bum. Egy kritikus? És még a sebzése tudjuk megszerezni, srácok. Csak egyet tudtunk belelőni. Na kíváncsi vagyok egyébként, ebbe a körbe például hány belső modul tudtunk előni, mert itt nem nagyon volt lehetőségünk senkit oldalba tározni, hátba tározni, tehát itt szebből tudtuk lövöldözni az embereket, tehát itt vagy a toronyba mondjuk egy lövegénységet vagy egy vezetőt tudtam előni, vagy nem tudom, hogy mi lehet, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány belső modul van, de srácok, tényleg, amikor ezt a küldetést csináltam, emlékszem, annyira frusztrált voltam, és emlékszem, amikor meglett, akkor így felordítottam, hogy ez az meg van végre, és nem kell tovább szívni. Na lássuk, rinocérosz lőszerek, ez az egy, tehát eddig összesen kettőnk van ugye a vézéskörrel együtt, összesen három, négy, öt, ha ebbe a körbe egyébként sokat összezettünk, tehát még egyszer srácok, csak a TVP-s körbe 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab a belső modult előttünk, összesen 6-ot, ez nem egy olyan rossz kezdés, tehát ezzel azt mondom, hogy 5 belső modulos körre, talán már elkezdeném a küldetést, de talán még várnék arra, hogy amúgy gyújtsak egy tankot, mert hogy akkor még van rá esély, hogy mondjuk még többet ellőjek, de ez már egy oké, és akkor azt mondom, hogy ha minden körbe lehetne egy ilyet hozni, akkor az nagyon király lenne, és talán a TVP még egy picivel még jobb választás is lehet ugye erre a küldetés sorozatra, mint a vézé, csak egy dolgot már akarok még nézni, srácok, a kampányok, hogy nem mondjak nektek hülyeséget, tehát itt a koalíciónál, igen, a csehek is benne vannak, jó, mert ugye a vézé is cseh, jó van. Pepega vagyok, srácok, ne haragudjatok. Még az olaszok is benne vannak, és a következő tankunk nem más lesz, mint a Panther. Ugye igyekeztem kifejleszthető tankokat hozni nektek, de mondjuk ide még talán a Progetto 46 az egy nagyon jó választás lehet, hiszen az egyszerre farmotok rétet, plusz még egy jobb tank is, mint a Pantera, hiszen nagyobb DPM értéke rendelkezik, és akkor itt tudjátok a kredit farmolást összekapcsolni a küldetés húzással, de próbáljuk meg a Panterával, és nézzük meg, hogy mit tudunk összehozni.
Na, srácok, overall-ról játszunk, ez eléggé egy meh pálya nekünk, nem baj, megpróbálok itt is kihozni a maximumot, amit lehet. Az első pozíció, amit szerintem fel akarok venni, az itt van, és ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokszor elrontják a játékosok, hogy van itt ez a fa, azt ki kell dönteni erre az irányba, azért, hogyha itt kinéz valamilyen nehéz tank, mondjuk overpeak-el, akkor ez ne tudjon minket spotolni. A boroskol egyébként kidöntötte, nagyjából jól látjátok, hogy így nem látnak ránk. Úgyhogy ez egy ilyen pro tip lehet, hogyha itt játszotok. Na lássuk, ott szoktak píkelni abba a bokorba. Egy mod 1-es. Szóval, hogy oda tudnám lőni egyszer. Egyszer. Háromszor? Háromszor, srácok, let's go! És még előttünk három kritikust is. Na mi lehetett az? Motor, üzemanyagtartály, meg lőszerek? Ezt nem tudom, majd meglátjuk, vagy lehet, hogy legénység is volt. Hú, ez egy jó kezdés volt. És szerintem, hogy a boroskolánk spotolta föl, úgyhogy nagyon-nagyon szép kezdés volt a borostól. Hát is kidöntötte, spotol is. Nagyon játsza meg a szituációt, nézzétek meg, ott jön a megvadult T-29-es, nézzétek, hogyha visszatolatnék, akkor talán meg tudnám lőni, nézzétek itt a két ház között, mekkora szöget találtam itt. Jó. Na nézzék ki, tudom, hogyha egyszer bátor volt, akkor még egyszer bátor lesz. Őt is, hogy a oldalbatára, de mi van ott, srácok, te jó ég. Jó, píkelget. Elég agresszív az ellenfél, és alacsony szintű ellenfelek vannak itt. Úgyhogy ezeket meg tudnám úgy innen párazgatni. Hogyha oda fölnézek, akkor tudom meglőni, ugye abba a bokorba. Szerintem még egyszer nem mernek majd, mert ugye spotolódott ugye a Tigris meg a TNH. Srácok, na most mi legyen a következő? Célpont. Van a Leo, de ezt nem tudom megtárazni. Egyébként arra gondolnék, itt van egy szuper Pershing, én be tudnék jönni ide és amúgy tudnák tárazni egyet. Lehet, hogy most ezért a TA-tól kapok egy lövés vagy kettőt. A Chase egyébként erre gondolt, hogy itt amúgy elég üres ez a rész. Ott az IS-6. Ünk egyet. Ünk még egyet. Egyközi lövés már nem én akarom felvenni, maga az azt akarom, hogy betöltsem ezt a lőszert. Jó. Lepeg a célzás. Nem lövöm az utolsó lőszeremet, mert akkor nincsen DPM-em. Éppen megvárjuk, míg betöltjük a lőszerénket, van időnk, nem kell kapkodni. Jó, patintottuk is egyébként az IS-6-ot. Most el tudnám lőni, de nem akarom, mert megint akkor nem lesz DPM értékem. Kétszer azért nem próbáljuk meg lepatintani az IS-6-ot. Azért egyszer szerencsénk volt, nem kell belenézni még egyszer ugyanabba a pofonba. Igaz? Na, szerencsére visszaadt minket. Jó, és ki tudtuk lőni. Nagyszerű. Az én tervem az az, hogy befutok egészen idáig. És ugye megtározom azokat, akik ugye lent játszanak, de ott van egy megoldult biszonte, amire elviszeltem a lövésemet, de a következő lövéssel már ki is tudjuk venni a játékból. Kiváló, kiváló, kiváló. Az elfének a nagy része az ott lejátszik. Úgyhogy az én tervem az az, hogy jövök, befutok ide, figyelek a TN3. És itt ez az IS. Megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. És jelentem, srácok, egyelőre semmit. Egyelőre semmit, de... Ha itt legurulnék... Ó. Lünk egyet. Jó. Nem lövöm el a lőszeremet, mert akkor nem lesz DPM-em. Jó, nem baj, ha az meglőtt. Nem akartam ellőni, nem akartam kapkodni. Még... el, hogy betöltsem a lőszert. Jó. Hibázott. Az albázát el tudom csípni, utána meg a trekét el tudom csípni. Majd megint nem lövöm el a lőszeremet, srácok. Hanem megpróbálom én a belső ívről megkerülni, hiszen addig ugye még odaérek, tudok egyet tárazni. Megpróbálom a tornyát tárazni.
két lövésbe is vittünk neki, sajnos többre nem volt lehetésünk ebben a mérkőzésben, srácok. Nem tudom, itt nem nagyon figyeltem, itt talán az elején tudtunk lőni kritikust, aztán a lövéseket nem nagyon figyeltem, hogy hány kritikust tudtunk bevinni azon kívül, mert szerintem itt már nem nagyon sokat, de majd a meccs végi eredményekből ugye ki fog ez derülni. Ott van még az alt, nem tudom, hogy azért elérünk-e, szerintem már nem. Egyébként srácok, bocsánat, hogy a kamerám néha ilyen teljesen változó fényviszonyokkal dolgozik, hamarosan majd be tudunk költözni a stúdió szobába, ahol én tudom kontrollálni a fényeknek a minőségét, úgyhogy nem lesz ilyen, hogy az háttér túl világos, én meg túl sötét vagyok, tehát hogy majd ezek megoldódnak. Na de, gamerek, lássuk, hogy mit ad ki nekünk a meccs. Nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy emlékszem, 6-nál járunk összesen, 6 belső modulnál. Hogyha itt esetleg 4-et össze tudtunk volna hozni, akkor ugye 10-nél járunk, az meccsenként nagyjából 3 átlagos előtt modul, az jó lenne. Belső modul. Ugye lőttünk egy vezetőt, az már 1. Ugye lőttünk egy motort, az 2, illetve lőttünk egy vezetőt, az 3. Tehát igazából akkor 9-nél járunk, igaz? Tehát még egyszer, itt nem látok más. Tehát vezető, motor, és megint vezető, tehát az 3 darab belső modul, illetve legénység, tehát összesen 9, tehát 3 per csata, az nem annyira rossz még, hogyha innentől egy jó sessiont kapnék, akkor meg lehetne ugye ezt csinálni, de láthatjátok srácok, hogy mennyire erengé, még így is srácok, hogy megvannak a megfelelő tankok, illetve megvan a megfelelő legénységi skillhez, mennyire erengé ez a küldetés, és ez olyan, hogy próbálkozni kell vele. És ami még nagyon idegesítő srácok, hogy ugye ez a küldetés megtalálható az Uniónál, és azt hiszem itt a 7-es küldetés. Igen, itt a 7-es küldetés, itt például azt kell csinálni, hogy 3 egymás követő csatába 3 darab belső modult kell kilőni, vagy legénységet, és ez is borzasztóan idegesítő, és itt ugye azzal is nehezítve van a történetetek, hogy nem igazán van olyan orosz tank, amivel ezt könnyedén meg lehetne csinálni. Ugye itt is amúgy a Hox oldal az ugye azt ajánlja, hogy kell valami gyorsan lövő közepes tank. Én a T-44-et azt tudnám nektek ajánlani. Szerintem arra is, hogyha kihúzzátok a lövegkezelőre ezt a mesterlövész képességet, és azzal próbálkoztok, akkor az működőképes lehet. Vagy esetleg a duplágyús IS-3-mal, hogyha duplákat tudtok lövöldözni a 9-es szintűvel, az IS-3 kötője 2-vel, akkor esetleg meg lehet csinálni, de itt is valami gyorsan lövő, esetleg 140-nel meg lehetne ezt csinálni. Valami gyorsan lövő tank kell, hiszen az oroszoknál nincsen olyan jó táras tank. Az egyetlen táras tank, amire tudok gondolni, az az IS-3A, azzal lehetne még próbálkozni, csak annak az ágyúja meg borzasztó, úgyhogy nem tudom, mennyire akartok vele játszani. Úgyhogy srácok, próbáltam ezzel a videóval nektek segíteni, illetve adni egy pár tippet, hogy hogyan lehet ezt a küldetést átszenvedni, de összességében ez elég egy erengé küldetés, úgyhogy még egyszer mondom, írjátok majd le kommentben, hogy ti, hogyha megcsináltatok, mivel csináltátok meg, illetve hogy mi volt az a küldetés, vagy mi az a küldetés, amiben jelenleg szívtok a játékba, és hol tartotok a személyes küldetések, vagy személyes kampányoknál, ezt mindenképpen írjátok le. És remélem, srácok, tetszett a kis segítő videó, illetve tudtam segíteni, hogy igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni hasonló tartalmakért, illetve csatlakozzatok a Discord szerverre, nagyon jó a közösség, bármi kérdésetek van, ott tudtok tőlem kérdezni, illetve a közösségtől mindig van valaki, aki tud válaszolni. És hogyha szeretnétek támogatni a munkásságomat, akkor csatornatagát tudtok válni, ugye annak a linkjét megtaláltok a videó leírásában, plusz lesz egy köszönet gomb a videó alatt, ott tudtok nekem borravalót hagyni, hogyha informatív volt ez nektek ez a tartalom. Srácok, nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek a kitartó figyelmet. A mai napon streamelni fogunk itt a YouTube csatornán, legalábbis hogyha minden jól alakul, úgyhogy srácok, várlak titeket majd a streambe is, és jó csatákat kívánok nektek, sok sikert a küldetésekhez, találkozunk vagy a következő videóban, vagy pedig a streamen. Sziasztok!